Sziasztok! A mai egy nagyon izgi videó lesz, ugyanis vásároltam pár nappal ezelőtt néhány Physicians Formula sminket a DM-ben, és ebben a videóban fogom először kipróbálni őket, készítek ezekkel egy sminket, és utána pedig csinálok egy ilyen mini vlogot, mert hogy egész nap rajtam lesz a smink, amiket ezekkel készítettem, és néha becsekkolok majd, hogy mi a helyzet velük, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok erre a videóra, akkor tartsatok velem. Ja, egyébként Vince természetesen ezúttal sem alszik, úgyhogy a háttérzajokért ismét ő felelős. De még mielőtt belevágnánk, nagyon örülnék neki, hogyha feliratkoznátok a csatornámra, hogyha még nem tettétek meg, illetve kövessetek Instagramon és Facebookon is, minden elérhetőségemet megtaláljátok a videó alatti leírásban. Talán már értesültetek róla, hogy a DM drogériákban most már beszerezhetők a Physicians Formula termékek, vagy legalábbis néhány termék. Teljesen ledöbbentem, amikor megláttam a Physicians Formula termékeket az egyik DM-ben, mert hogy én erről semmit nem tudtam és nem hallottam, hogy ezek kaphatók lesznek nálunk is. Tényleg semmilyen hírlevél, semmi nem jött róla, így utólag láttam, hogy a DM Active Beauty magazinban volt erről egy hirdetés, de így ennyi. Valamire megörültem neki, mert hogy külföldön azért ez egy eléggé népszerű márka. Nekem már van egy Physicians Formula termékem, amit már viszonylag régóta használok és egyszerűen imádok, és az a legjobb, hogy ez is elérhető a DM-ekben. Ez nem más, mint a Butter Bronzer nevű bronzosító. Ezt is lehet kapni nálunk két árnyalatban. Én ezt még rendeltem vagy iHerb-ről, vagy Amazonról, már nem emlékszem. Viszont azt tudom, hogy hetekig voltam feliratkozva egy ilyen várólistára, vagy egy ilyen értesítési listára, mert hogy állandóan out of stock volt, szóval egyszerűen hihetetlen számomra, hogy most meg csak úgy ott van a DM-ben, és oda megyek, és leveszem a polcra, és az enyém. Úgyhogy ezt a bronzosítót nagyon tudom ajánlani mindenkinek, mert tényleg nagyon jó. Én most négy Physicians Formula terméket vásároltam, és ebből hármat azért vettem meg, mert Tati ezekről nagyon jókat mondott. Az egyik az a Nude Wear alapozó, amit ő az egyik Armani alapozóhoz hasonlított. Ezen kívül megvettem még ezt a Shimmer Strips ilyen három darabos szemfestékszettet, valamint a Sexy Booster a Vavavoom szempillaspirált is. Ezen kívül megvettem még a Butter Blush pirosítót. Igazából ez két árnyalatban elérhető, és én a másikat akartam megvenni, de azt egyszerűen sehol nem találtam, úgyhogy végül ezt a Plum Rose árnyalatot vettem meg. Ezeknek a pontos árára sajnos nem emlékszem, mert hogy a blokkot sikerült kidobnom, de úgy általánosságban olyan 3500 és 6000 forint között kaphatók ezek a Physicians Formula termékek. Nem néztem meg, hogy külföldön mennyiért kaphatók, de gyanítom, hogy olcsóbban. Nálunk olyan L'Oreal árkategóriában mozognak. Vincu, kérlek, ne mozdítsd el! Mukika! Kezdjük akkor az alapozóval, tehát ez a Nude Wear alapozó a Light Medium árnyalatban, hát nagyon remélem, hogy nem lesz túl világos nekem, de nem mertem a Medium árnyalatot megvenni. Ehhez van egy ilyen cuki alapozó ecset is, erre egyébként azt mondta Tati, hogy nem olyan rossz, de én valahogy nem tudom elképzelni, hogy ezzel alapozzak, esetleg ilyen szem alatti korrektorozáshoz jó lehet, hogy én a saját alapozó ecsetemet fogom használni, viszont az alapozónak a csomagolása az egyszerűen hihetetlenül cuki. Szerintem jó lesz nekem ez az árnyalat, én azt hittem, hogy ez világosabb lesz. Ez a Light Medium árnyalat? Még jó, hogy nem a médiumot vettem meg. Hú, de örülök most neki. Az biztos, hogy sötét lett volna nekem. Úgyhogy világos bőrű lányok, a Light Medium árnyalatot ne vegyétek meg, mert igencsak sötétnek mondható. Most nem emlékszem, hogy volt-e belőle világosabb, de én úgy emlékszem, hogy nem. Egy picit még el is üt egyébként talán a bőr. Hát nem tudom. Annyira nem vészes, de én azt hittem, hogy ez világosabb lesz. Ennek ilyen ragyogó finise van, tehát semmiféleképpen nem matt. A fedése az szerintem ilyen közepesnek mondható. De szépen lehet építgetni. Te jó ég, Vincu, mit csinálsz, kisfiam? Tehát így fest az alapozó a bőrömön. Szerintem így elsőre, amit lehetett, elmondtam róla. Egyébként, ha jól emlékszem, akkor három vagy négyféle alapozót lehet kapni nálunk. Van ez a Nude Wear alapozó, van egy Cushion alapozó, illetve még egy harmadik fajta. Közben gyorsan felkentem a szemem alá a Maybelline Fit Me korrektort, és rögzíteni fogom egy kis Avon Mark ilyen
fixáló púderre. Jöjjön akkor a Butter Blush pirosító, ahogyan mondtam, ez a Plum Rose árnyalat. Erről egyébként eléggé megosztó vélemények voltak a külföldi videósoknál. Az illata az eléggé erős neki, szóval aki nem szereti vagy nem bírja ezeket az illatosított sminkeket, az semmiféleképpen ne vegye meg. Van egyébként egy kis tükör is a pirosító tégelyében, illetve egy ilyen egészen furcsa szivacs, amivel nem tudom, hogy mit kéne csinálni. Hát én nem tudom, hogy látszódik egyáltalán valami a bőrömön? Igazából ez egy nagyon-nagyon visszafogott szín, már túlzottan is visszafogott, és pont emiatt akartam megvenni a másik árnyalatot, mert ez egy kicsit rózsaszínesebb volt, és gondoltam, hogy ez jobban látszódna a bőrömön, mert hogy ebből egyelőre nem sok mindent látok. Ilyen nagyon enyhe, ragyogó finisse van, igen, szerintem látjátok. Szóval ebből azért úgy oda kell pakolni. És akkor jöjjenek ezek a Shimmer Strips szemfestékek, ez a Nude Eyes kombináció, mert hogy ezen kívül még egy másik hármas is kapható. Ezen kívül egyébként szemceruza szettek voltak, amik szemre való sminkek, illetve kétféle ilyen csíkos szemfesték paletta. Már felkentem a szememre egy kis Milani szemfesték alapot, mert hogy én minden szemfesték alá azt használok, úgyhogy ez most sem maradt el. Nagyon tetszik a csomagolás, egy ilyen kis rózsból tégely, a teteje csillámos és letekelhető. A legvilágosabb a champagne, a középső a nude, tehát ez, és a legsötétebb pedig a mocha. Itt a dobozon van egyébként ilyen használati utasítás, hogy hogyan érdemes használni, és azt írják, hogy nedves ecsettel is lehet használni, de én úgy döntöttem, hogy az egyik szememre az ujjammal fogom felvinni, a másikra pedig egy szimpla ecsettel, tehát nem nedvesítem be, mert kíváncsi vagyok, hogy úgy hogyan teljesít. Nagyon-nagyon érdekes, már-már krémes formulája van, és nézzétek meg, hogy milyen gyönyörű csillogó, nagyon-nagyon szép, intenzív a színe, illetve hát a csillogás is. Így néz ki tehát, hogyha ujjal viszem fel, és akkor most próbáljuk ki ecsettel is. Hát szerintem ti is látjátok, hogyha száraz ecsettel viszem fel, akkor sokkal kevésbé intenzív a szín, illetve a csillogás. Szerintem látszódik a különbség a két szemem között. Úgyhogy erre a szememre is újjal fogom felvinni. Megnéztem ennek a szemfesték triónak a csomagolását, hogy akkor ez tulajdonképpen micsoda is, és itt azt írják, hogy krémes szemfesték és egyedi hibrid formulája van. A legvilágosabb színből teszek egy kicsit a belső szemzugba. Kicsit túl más lesz ez a csillogás így napközben, de most már mindegy. És akkor a legsötétebb árnyalatból pedig teszek egy kicsit a külső szemzugba, ujjal maszatolgatok valamit. Ennek mintha egy picit keményebb lenne a textúrája. Hát be kell látnom, hogy azért annyira nem vagyok jó ujjal sminkelésben, de próbálok egy kicsit igazítani rajta ecsettel. Remélem azért vállalható lesz, de ez a csillogás, ez így tényleg egy kicsit sok. Nem gondoltam, hogy ennyire nagyon csillogóak ezek a szemfestékek. És akkor jöjjön végül a szempillaspirál, ez a Sexy Booster Vavavoom szempillaspirál. Ezen kívül még azt hiszem három másik spirált lehet kapni. Nem mondom őszintén, hogy nekem kicsit gagyi ez a csomagolás, szóval nem igazán értem, hogy ez a cipő lifegő minek kell rá. A keféje az szilikon kefe, és eléggé duci maga a kefe, viszont a sörték meg rövidek. Remélem, hogy ezek majd jól elkapják a pilláimat. Így elsőre azt mondom, hogy szerintem ez egy elég jó kis szempillaspirál. Nem tapasztja össze a szempillákat, dúsít, valamennyire ível is, viszont úgy látom, hogy hosszabbítani nem hosszabbít, de szerintem egészen szép hatás lehet vele elérni. Most felviszem a másik szempillámra is, és utána pedig felteszek még egy réteget. És íme a késminkem, a szempilláim azok nagyon-nagyon tetszenek.
Feldobtam még egyébként egy kis szájfényt, ez nem Physicians formula, mert hogy semmilyen anyagtermék nem kapható nálunk a márkától. És az a helyzet, hogy külföldi videósoknál sem igazán láttam Physicians formula anyagtermékeket, vagy legalábbis így egyáltalán nem rémlik. Úgyhogy most azon gondolkodom, hogy egyáltalán vannak-e a márkának anyagtermékei. De mindegy, mert ha van is, akkor nálunk nem kapható. Viszont nem húzom tovább az időt, mert Vince kezdi elveszteni a türelmét. Ez a smink most rajtam lesz egész nap, mennünk kell majd ide-oda, úgyhogy néha becsekkolok, hogy hol vagyunk, illetve hogy áll éppen a sminkem, úgyhogy ha van kedvetek, akkor tartsatok velem. Na, megyünk ki Vincével, be kell mennünk a postára, a Fox Postba jött egy csomagom, illetve a DM-be is. Lili egyébként Bölcsiben van, úgyhogy délután majd érte is megyünk. Hazafelé baromi éhes vagyok, úgyhogy alig várom már, hogy hazaérjünk. És közben eltűnt egyébként a nap, mert hogy amikor kifele mentünk, akkor még 1000-rel sütött. Azért van a napszemüveg a szememen, a fejemen, és még a könnyem is elkezdett folyni, de jó. Hazaértünk, úgyhogy gyorsan becsekkolok még mielőtt Vince felkel. Nagyjából 2 órája van rajtam a smink, és egyértelmű, hogy az alapozó sötét nekem. Ugye mondtam, hogy én a light medium árnyalatot vettem meg, és bár ott voltam a DM-ben, de annyi eszem nem volt, hogy megnézzem, hogy van-e belőle világosabb árnyalat. Szerintem még egy kicsit oxidálódott is, tehát mintha még sötétebb lenne annál is, mint amikor felvittem. Úgyhogy ez annyira nem tetszik. Az is egyértelműen látszódik, hogy itt a T-zónában már átfényesedett a bőröm mondjuk. Az is igaz, hogy nem fixáltam púderrel, pont amiatt, mert kíváncsi voltam rá, hogy önmagában mit tud. A pirosító az most már így soknak tűnik, szóval lehet, hogy mégiscsak túlzásba vittem, amikor feltettem, mert most így valahogy úgy tűnik, hogy too much. Aztán az is lehet, hogy csak kipirultam itt a hidegben, viszont szép a fénye. Azt tuti. A szemfesték az egyelőre még tartja magát, úgy látom, illetve a szempilla spirális, mert hogy egyáltalán nem kenődött el, úgyhogy ez mindenképpen jó hír, szóval így állunk most, én most gyorsan eszem, mert tényleg éhen halok. Ez itt a nem túl fancy ebédem, tegnap főztem ezt a zöld borsós csirke mellett rizssel, és maradt még belőle mára is, úgyhogy gyorsan belapátolom még mielőtt Vince felébred, illetve megiszom a kávémat is, ami rám fog férni, mert komolyan mondom, hogy mindjárt elalszom. Vince talált egy kávékapszulát a földön, amit valószínűleg Lili dobott le oda, úgyhogy most azzal játszik. Ham, 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 ham. Megeszlek. Ham, 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 ham. Égigi. Ham, 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 ham. Ha. Kukucs. Délután 3 óra van, úgyhogy lassan elindulunk Liliért a bölcsibe, de most autóval fogunk menni, mert hogy eléggé esőre áll az idő. Mondjuk a telefonom szerint már esik is, de én úgy láttam, hogy még nem. Viszont semmiképpen nem szeretnénk elázni, úgyhogy a biztonság kedvéért inkább autóval megyünk. Na, már ide értünk, viszont egy picit korán van még, úgyhogy várok még néhány percet az autóban. Nem esik nagyon az eső, épp hogy csak úgy pötyörög, viszont az a helyzet, hogy nem sikerült a bölcsi előtt megállnom, mert csak egy mozgáskorlátozott hely volt, oda meg ugye nem állok be. Úgyhogy hát remélem, hogy nem fogunk nagyon megázni, amíg elsétálunk a bölcsig meg vissza. Minden esetre azért örülök, hogy autóval jöttünk. Na, Mizu, jó volt a bölcsiben? Igen. Jól van, mit csináltatok ma? Csúszdáztunk. Komolyan? Az tök jó. Megyünk haza, jó? Jó.
Rendítsek. Na, még így utoljára becsekkolok. Nagyjából olyan 7 órája van rajtam a smink, és most akarok nekiállni tornázni. Így összességében azt tudom elmondani, hogy az alapozó tetszik nekem, a finise tetszik. Nyilván, hogyha itt a T-zónában használok púdert, akkor azért lehet ezen mattítani, de nekem egyébként tetszik maga ez a ragyogó finis, illetve szerintem a fedése is jó, meg ugye az összkép egy ilyen nagyon természetes összhatást nyújt, úgyhogy a szín ellenére az alapozó nekem tetszik. A szemfestékkel vannak problémáim. Tartós maradt itt a szemhéjamon, tehát egyáltalán nem gyűlt össze itt a mélyítő vonalban, mert tényleg nagyon szépen csillog, viszont lepotyogott ide a szemem alá, tehát ilyen csillámpöttyök vannak a szemem alatt, és ez annyira nem tetszik. Lehet, hogy tényleg meg kell... Szóval lehet, hogy tényleg meg kell majd próbálnom nedves ecsettel is, hogy úgy milyen és mennyire tartós. A szempillaspirál nagyon tetszik, szerintem még most is szépek a pilláim, egyáltalán nem kemények, de nem is potyogott le a szemem alá, nem masszatolódott el, pedig eléggé ilyen nyálkás idő van kint, úgyhogy a szempillaspirál ez tényleg nagyon jó, és igazából a pirosító is nagyon tetszik. Láthatjátok, hogy még most is látszódik az arcomon, látszódik a fénye is, úgyhogy ezzel is nagyon elégedett vagyok, most már vadászni fogok a másik árnyalatra. És ezzel le is zárom ezt a mai videót, remélem, hogy hasznos volt és tetszett nektek, hogyha igen, akkor mindenféleképpen dobjatok egy lájkot, illetve írjátok meg kommentben, hogy ti találkoztatok-e már a Physicians Formula termékekkel, esetleg próbáltatok-e már valamit a márkától. Amúgy a videó alatti leírásba be fogom linkelni azoknak a DM üzleteknek a listáját, ahol lehet kapni Physicians Formula termékeket. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!